Hát a nap abban a pillanatban kezdett el felhők mögé bújni, hogy elkezdtem bepakolni a cuccokat a videózáshoz, úgyhogy meglátjuk, milyenek lesznek a fények, de valószínűleg ilyen váltakozó. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb barangolás Európában rész lesz. Megint egy kb. 3 hónapos kihagyás után. 4. Viszont ez most nem egy olyan ország lesz, ami új, mert hogy ma megint egy finn könyvet hozok, és finn könyv már volt a barangolás Európában keretein belül. És nem akartam duplázni, de aztán ez a könyv annyira jó olvasási élmény volt, hogy úgy voltam vele, hogy belefér még egyszer egy finn könyv ebbe a dologba. Úgyhogy ma Johanna, Johanna, nem tudom finnül, hogy ejtik ki, legyen Johanna. Johanna Sinislótól le a napmagját fogom kicsit bemutatni nektek. Egyébként ezt a könyvet még az volt ez a december is Galaktika kiadós bookhaul videóm. Igen, akkor kaptam ezt egy csomó másik könyvvel együtt. Úgyhogy ezúton is még egyszer köszönöm ezt a könyvet, mert ez egy hatalmas, nagy olvasási élmény volt most nekem, és hú, mindjárt belelendülök. Nem egészen tudom, hogy fog ennek a koncepciója kinézni, de mindegy. Megpróbálom először a spoilermentes részt. Nem nagyon akarok egyébként annyira spoilerezni, meg nem hiszem, hogy annyira spoileres lesz, de akkor úgyis kiteszem a spoiler jelzetet, azt hiszem a bal sarokba szoktam. Úgyhogy kiteszem. Most azt fogom csinálni, hogy fel fogom olvasni a fülszöveget. És utána jobban belemegyek kicsit a sztoriba, illetve vannak fölírva nekem dolgaim. És van egy csomó ilyen kis részletrész, amit bejelöltem annak érdekében, hogy jobban mutatni tudjam, hogy miről is szól, milyen világépítése van ennek a könyvnek. Szóval, századunk 10-es éveiben Finnországban Eusisztokrata rend uralkodik. A nemzet tanult történelmi hibáiból, a társadalmi stabilitás és a közegészségügy ma a legfontosabb értékek. Bármi, ami örömet vagy valamilyen függőséget okoz, szigorúan tilos, beleértve a számítógépet, a mobiltelefont, a kávét, valamint az egyik legveszélyesebb drogként számon tartott csilipaprikát is. Egy kivétel van, párosodáshoz szükséges tevékenység. De ez nem így van ide leírva, csak nem tudom, hogy a YouTube azt letiltja vagy sem, szóval inkább nem mondjuk ki. Szóval a nemi élet elosztása, a nemi élet elosztása a legfontosabb fogyasztási termék, emiatt a lehető leghatékonyabbnak kell lennie. E célból a kormányzati tudományos testület egy új emberi alfajt hozott létre, amely mindig alázatos, befogadó és odaadó, ezeket a lényeket korábban nőknek hívták. Innen már lehet sejteni lassan, hogy miről szól ez a könyv. A szép, termékeny, ám buta Eloikkal ellentétben a morlok kategóriába sorolt nőnemű egyedek okosak, érdeklődők. Éppen ezért, mert kora gyermekkorban sterilizálják őket, alantas munkákat végeztetnek velük, és elnézik nekik, hogy tudományos vagy ismeretterjesztő műveket olvasnak. Ez egy nem is disztópikus könyv, mert hogy a mai világban játszódik, csak egy alternatív történelmet mutat be. Vagyis Finnország a század elején, múlt század elején bevezetett egy új rendszert, amiben az embereket is így fajokba sorolja már, mint a nemeken belül. Tehát, hogy van a felhím, van az alhím, van az Eloi, és van a morlok. Amikor én elkezdtem azt a könyvet olvasni, és igazából két részre osztik, és az első részben így a jobban bevezet minket a társadalomba, meg így az előzményekbe, ami a sztorihoz vezet. És a legelején én nagyon úgy voltam, hogy mondom, én ezt nem tudom végigolvasni. A feminista énemet olyan szinten irritálta a világfelépítés, hogy mondom, én ezt nem bírom végigolvasni, engem ez felhúz ez a könyv. De ugye pont ez volt benne a lényeg, hogy egy olyan világképet mutatott, egy olyan berendezkedést, ami ugye felháborító, de pont azért, mert igazából van realitás alapja, és hogy így végül is azt mutatja, hogy ez egyébként így lehetséges, hogy egyszer csak valakik gondolnak valamit, és bevezetik azt, hogy jó van, akkor ezentúl csak bizonyos nők azok, akiknek így lesznek valamiféle jogaik. De igazából semmilyen joguk nincs a nőknek ebben a könyvben. Úgy őszintén tárgyként és kereskedelmi cikkként vannak számon tartva, főleg, hogyha az Eloi kategóriába sorolják őket.
vele, akkor tényleg. Elmondom először ezt, és majd utána még olvasok fel részleteket, mert muszáj. Igazából egy... A főszereplőnket követjük Vannát per Vera, mert meg kellett változtatni a nevét is, mert az R az pasi betű, az nem lehet női névben. Igen. Szóval Vannát követjük, aki ugye gyerekkorától kezdve követjük visszaemlékezéseken keresztül, és egyébként ő a húgát keresi, közben pedig az illegális csilipaprika kereskedelemben is benne van. Igen, a csilipaprika illegális. Szóval lényegében, hogyha mi most a könyvbeli világban lennénk, akkor én sterilizálva lennék, nem lennék igazából számba véve, és nem ehetnék olyan pizzát, amit szeretek. Amúgy szerintem a pizza az egy az egybe be van tolva, be van tiltva, meg az ilyen dolgok, tehát például bármi, ami erős paprika, az nincs, az be van tiltva, mert függőséget okoz. És a kávé is, úgyhogy én már deportáltam volna ebből az országból elég gyorsan, ha mindezek be lennének tiltva. És közben rezeg a telefonom, pedig az asztalon van, úgyhogy remélem nem hallatszódik bele. Ami eszembe jutott, miután befejeztem ezt a könyvet, egyébként nagyon gyorsan haladtam vele, és főleg a legutóbb, a második fele a könyvnek az elég olyan beszippantós, amikor már így konkrétan nem csak így nagyjából visszaemlékezések vannak a történetekre, hanem nem csak visszaemlékezések vannak a történtekre, hanem konkrétan abban az időben vagyunk, ami ugye jelen, mondjuk úgy. És az jutott eszembe, hogy amikor érettségi előtt ugye a Fahrenheit 451. A Fahrenheitnél ugye mindig el lett mondva, meg mindig a tételben benne volt, hogy micsoda világkép, nem tudom. Most nem fogom tudom, én megkaptam érte a hideget, meleget, amikor én annyit mertem mondani, hogy hát nekem a Fahrenheit nem tetszett. Ennyi. Na mindegy, én most azt mondom, hogy engem ez a könyv jobban sokkolt, mint a Fahrenheit. Ennek a könyvnek a világa jobban sokkolt, mint a Fahrenheit. És azért mondom ezt így ennyire, mert jó, valószínűleg a Fahrenheitben ott azért benne volt az, hogy rémlet erőszakolva, hogy el kell olvasnom. Ami nálam mindig egy ilyen hátulötő, hogy akkor azt mondom, hogy jó, akkor így mínuszról indulunk, mert muszáj. Na mindegy. Mondja, a Fahrenheitben nem lehetett olvasni, meg a könyvek úgy unblock nem voltak engedélyezve, és én elismerem, hogy annak is elég brutál világképe volt. De szerintem itt ez a Finnország, ez engem jobban sokkolt. Történetügyileg az a helyzet, hogy ugye Vannának van egy testvére, Manna, vagy Mira másik nevén, és ők tök mások. Tehát testvérek, viszont személyiség szerint ég és föld a kettő, és hát ugye sokkal jobban jár az ember, hogyha Eloi. Mert az azt jelenti, hogy akkor nem lesz egyből... Hát nem azt mondom, hogy lennézve, mert lennézve van azért, mert nő, hanem csak valamennyivel szabadabb, vagy nem is tudom. Tehát, hogy nem ilyen kb. Ledobnák a Taigetoszról legszívesebben, meg ilyenek. Bár egyébként egy két lábon járó... használati cikknek van tekintve, így is minden nő benne, de részletkérdés, igen. És Finnországban ugye, mivel ez a rendszer uralkodik, minden születő gyereket besorolnak, hogy te akkor melyik kategória vagy. És hát az a helyzet, hogy Vanna az alapvetően morlok lenne, mert ugyan, ja igen, ezt elfelejtettem mondani, kinézetre is meg kell ám felelni, mert hogy ha már kinézetre nem vagy olyan tökéletes Barbie baba szerű, akkor elvesztél, annyi volt neked, szóval igen, szóval ezt is figyelem előtt kell tartani, de ugye kinézetre mind a ketten, a két testvérpár, szóval a testvérpár mindkettő fele kinézetre úgy bemehet az Eloi kategóriába, de Vanna viszont szeret olvasni. Meg ő szeret gondolkodni, meg őt nem a csajos dolgok érdeklik, meg nem azok a dolgok, amiket egy lánynak kellene. Szóval őt nagyon kiskorától így meg rá lesz szoktatva arra, hogy ő azt játssza, hogy ő egy Eloi, miközben ő nem az, mert őt nem azok a dolgok érdeklik, és nem úgy áll a világhoz, de annak érdekében, hogy valahogy tudjon navigálni az életben, ezt jobban jár, hogyha annak tetteti magát. Szóval... Ugye mondom itt, hogy Eloi meg ilyenek, vannak ilyen kis kivonatok, ilyen különösen engem fölbeháborító részeket jelöltem be. Szóval, Eloi, közkeletű, de nem hivatalos köznyelvi szó, amely a 40-es években honosodott meg a nyelvben,
Ma hivatalos kifejezéssel feminő, a nőneműek azon alfajára utal, amely aktív a párosodási piacon, és amelynek feladata jellemzően a hímneműek jólétének sokoldalú elősegítése. Példamondatok, a tipikus Eloi szőkehajú feje pedig kerek, a morlok az a másik faj, neutra nő hivatalos kifejezéssel. A nőneműek azon alfajára utal, melynek fizikai korlátai többek között a terméketlenség miatt jellemzője, hogy a párosodási piacon kívül reked. De ez egyébként azt jelenti, hogyha valakit úgy kategorizálnak, hogy ő egy morlok, akkor rögtön fogják magukat és sterilizálják, hogy még véletlenül se legyen gyereke. Mert van ez az elmélet, amit ilyen állattenyésztésnél alkalmaznak, mert mindegy, szóval, hogyha kiszórod és nem szaporodhatnak a problémás egyedek, akkor a jó genetika fog öröklődni. Na most itt a jó genetika az, hogy te egy buta üres fejű nő legyél. És azt csináld, amit a férjed mond. És engedelmeskedj. És ne szólalj meg. És ne csinálj semmit. Vezesd a háztartást, szűj gyereket. Szóval ez így összefoglalja nagyjából a dolgokat. Volt egy ilyen kivonat a feminövek betanításáról, mert hát ugye be kell tanítani a nőt, mintha egy kutya lenne, vagy nem is tudom. Konkrétan így, ahogy leírja, az olyan, mintha egy házi állatot kéne beidomítani, mert hát nő, csak házi állat. És mindent szó nélkül engedelmesen kell csinálnia. Ja, igen. És az egész rendszer egyébként, most mondhatni, most nem tudom, hogy ez spoileresnek számít, de mindegy, de hogy ez igazából a könyvnek, nem a sztoria, ez a könyvbe így a beszúrások és a világfelépítés magyarázásai fejezetek között. Szóval Finnországban volt egy kis balhé abból, hogy mármint a könyv szerint, hogy sok fiatal maradt nőtlen, és ezért frusztráltak lettek, és elkezdték egymást gyilkolászni. Mert miért ne? És akkor hozták ezt a törvényt, hogy indokolatlanul nem lehet kikosarazni senkit, aminek lényegében az volt a... Ami lényegében azt jelentette, hogy nem mondhattál nemet. Tehát, hogyha egy pasi azt mondta, hogy akkor figyú, házasodjunk már össze, hogyha ha csak nem, nincs konkrétan olyan hátulütője a pasinak, akkor nem mondhatsz nemet. És így... Ja, szóval ez a könyv eléggé egy megrázó élmény volt, de mármint olyan értelemben, hogy elképesztő volt egy ilyen világképet olvasni, ami így, ha belegondolok, nem egy annyira lehetetlen dolog tényleg, tehát nem egy olyan dolog, ami nem történhet meg, mert megtörténhetne egyébként simán, és abban a pillanatban költöznék egy lakatlan szigetre, és így mondanám, hogy csá! Mert ilyet nem játszunk, mint amit ebben a nem. Nem. De igen, ide ugye a könyvben csak Finnországra vonatkozik ez az államvezetési stílus. Ja, és hát ugye akkor ott van még a chili paprika problémája, ami központi dolog, hogy ez valami hihetetlenül ártó drogként van bevezetve. Vagy hát megbélyegezve. És így igazából az az, ami jelen pillanatban Finnországban így drogkereskedelemként folyik, így rendesen aktívan. És hát ugye ezt az egészet fűzik föl arra, hogy Vanna keresi a húgát. Én ezt a könyvet jelen pillanatban így annyira tudom ajánlani, hogy az valami hihetetlen. Tehát egy számomra ez annyira egy megrázó élmény volt, és annyira ledöbbentem ettől a könyvtől, de ettől függetlenül egy nagyon jól felépített, nagyon jól megírt történet. Úgyhogy érdemes elolvasni. Helyenként megrázó, de ugye érdekes gondolatok vannak benne. Szóval így lett egy második része a Barangolás Európában finnországos finn szerzős részének, mert ugye megvolt már egyszer, de ez is finn könyv, és úgy voltam vele, hogy az a lényeg, hogy nem angol szerző. Szóval, mármint, hogy brit per amcsi. Bár az amerikai nem tartozik Európába, szóval mindegy. Úgyhogy igen, ráadásul szerintem ez a könyv megérdemli, hogy sokan elolvassák, mert tényleg döbbenetes egy könyv. Úgyhogy tényleg olvassa el mindenki, akinek így felkelti esetleg az érdeklődését. Azt tényleg mondanom kell, hogy a könyv olvasása közben elég sokszor így ez a tikkel a szemem, és így férfiak. Érzése van az embernek, legalábbis nekem az volt, hogy ez a sokszor kellett mély levegőt vennem hozzá. Sokszor. De ettől függetlenül is egy nagyon jó olvasás. Nagyon jó könyv. Úgyhogy most már lehet, hogy lesznek ilyen duplázások országokból, de ezt a könyvet muszáj volt külön értékelnem. Mert túl hosszú lett volna összegzős videóban értékelni, úgyhogy muszáj volt neki külön videó.
Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!